Vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, Illix vagyok, és ma ezt a videót mindenféleképpen érdemes megnézned, úgyis egy olyan dolgot fogok nektek mutatni a Minecraft, amit eszméletlen durva, és tényleg annyira hasznos, hogy konkrétan ennél kevés, vagy hogy tudtunk eddig élni. Szóval, ja, ha titeket is érdekel, hogy mi lesz ez a fontos dolog, akkor tartsatok velem ebbe a videóba. Ugyanis most látszok egy instant teleport kaput fogunk létrehozni, ami eszméletlen durva. Tudom, ez egy hülyén hangzik egy random kimondva, de majd meg fogjátok látni. Ha titeket is érdekel, akkor már most a postra kihattam most egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek megnyomni. Úgyis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni, illetve ne felejtsétek, vannak XP-ntás termékek, link a leírásban, és akkor tudtok venni pulcsi bögre, társak, akik minden ilyen brutális, jó minőségű termék, szóval ja, vásároljatok. Na, itt már én előkészítettem a dolgokat, nem lesz olyan bonyolult, mint ami ennek tűnik, szóval látjátok, ezek fognak nekünk kelleni, a, hát egy darab ender pearl kell igazából, de az én bekészítettem többet is, hogyha esetleg, hát ja, úgy alakulna a dolog, illetve ez a reston mennyiség is nem biztos, hogy ennyi kell, ezt majd ti döntitek el, hogy milyen messzire szeretitek elindítani, úgymond ezt a dimenzió kaput, meg ugye ezt a jeles dolgok se kell, viszont ezek a dolgok viszont fixek, szóval ezek így ebből ennyi kell, illetve kell egy darab gomb is, amit elfelejtettem kivenni kreatív volt, de ezt gyorsan orvosoljuk is, ez tök mindegy milyen gomb, szóval lehet kőgomb vagy sima gomb is, ezt gyorsan megcsináljuk srácok, szóval most bocsánat, itt gyorsan kivágunk egy fát, tessék, itt egy gomb, erre még szükségünk lesz. Ezt elfelejtettem kivenni. Na, srácok, el is kezdem igazából. Nagyon-nagyon borzasztóan egyszerű, hogy mit fogunk csinálni, szóval próbáljátok meg követni engem, és akkor, ha van kérdésetek, vagy valami nem működik, akkor azt írjátok le kommentbe. Na, keresünk egy területet, igazából tök mindegy milyen területet, mondjuk ezt így. Lássunk 7 darab blokkot, pontosan 7 darab blokkot. 1, 2, 3, 4, és akkor várjátok, itt váltunk most már. Azt mondja, 5, 6, 7, és ezt az alsó blokkot, ezt még kiütjük, és ide lelakjuk a lélekomokot. Szóval ez így 7 darab blokk mélyen van, majd ezután, hát ügyesnek kéne lennünk, és föntre lerakunk egy kis vizet. Szóval most igazából van egy lyukunk, amiben van víz, szóval ez egy nem olyan nagyon nehéz dolog. Ezután következik az, hogy ezt így úgy fölé kéne rakni, hogy így legyen, igen, valahogy így, és ezt így rárakjuk. Elrontottam, nem így akartam, várjatok. Hát ezt most így nem tudom, hogy őszintén, hogy kéne, várjatok, megoldom valahogy, hogy rázáródjon úgy kéne, csak hát ez így nem túl könnyű. Mondjuk, ha kiütök egy blokkot, várjatok, srácok, ha kiütök egy blokkot, akkor ha így rá tudjuk szerintem rakni, akkor az úgy jó. Igen, így jó, és ide rakunk egy ilyet, vagy valahogy rá kéne rakni, hogy működjön. Vagy ha ezt kiütöm, akkor az úgy jó. Mert úgy is jó, igen, srácok, így jó lesz. Így pontosan, na jó van, és már én is kicsit elfelejtettem, de így kell csinálni, szóval, hogy ide raktak egy blokkot, szóval nem jó, hogyha közvetlenül rajta van. Ez is szépen megvan, és hát fogjátok, és kivezetitek a reston rendszert olyan távolra, amilyenre csak akarjátok, ahol mondjuk a házatok van, vagy valami. Onnan, hogyha megnyomjátok majd azt a fogombot, akkor el tudtok teleportálni, szóval olyan messzire kell majd elhelyeznünk. Most így tesztelő fázisban vagyunk, szóval mondjuk legyen mondjuk, nem tudom, ilyen messze jó lesz, nem srácok, szóval így igazából tök mindegy, bármilyen messze lehet. Ide lerakjuk azt a szép kis gombot, amit csináltunk, így né. Jó! És így, hogyha ezt megnyomjuk, vagy várjál csak, igen, hogy ezt fordítva kéne valahogy csinálni. Hogyha majd ezt meg fogjuk nyomni, akkor ugyebár ez majd be fog zárulni, ez a kis reston kapunk. Na, ezután jön a könnyebbik rész, fogjátok magatokat, és ezt szépen tele rakjátok hínárral. Hát ez most nekem nem jött túlságosan össze, na mindegy. Fogjátok, és lementek utána, és szépen kiütitek. Ennyi a dolgotok, így kiütitek. Ez fontos megcsinálni, nem tudom miért, de ezt így meg kell csinálnatok. Majd ezután beledobjátok az ender pearlt. Ah, jó, elrontottam, megint, nem jó, srácok. Most jó! És igen, itt lebeg a tetején, srácok, jól látjátok, ez egy ender pearl. Itt lebeg a víz tetején, és ha ez hozzáérne egy blokkhoz, mondjuk ez így bezárulik, azonnal ide teleportálunk, szóval szerintem értitek ma, hogy mi lesz körülbelül ennek a teleport rendszernek a lényege. Szóval ledobtok ide egy ender pearlt, lehet, hogy így ügyeskedtek, hogy így jól meg legyen csinálva. Ah, most megint jó lett. Ah! Ez közel van, nem baj. És ez így bármennyi ideig, ameddig akarjátok, ez itt fog lebegni. Szóval tényleg nagyon-nagyon hosszú ideig is itt lebeghet, tök mindegy igazából mit csináltok. És annyi a dolgotok, hogy valahogy meg kéne úgy csinálni, csak már mindenki nekem is kikopott az agyom, hogy ez hogy kéne, hogy fogjátok, és akkor ezt ki kell kapcsolni, ugyebár ezt a kis izét, fákjánkat. Szóval, ja, ezt szépen megoldjátok valahogy. Mondjuk, szerintem az úgy jó lehet, hogyha ide fogjuk így, és így lentről vezetjük, szerintem az úgy jó lesz. Aha! Így jó is, igen, így jól csináltam, tényleg nem szabad érintkezni, szóval itt így egy blokkal lentebb kell lennetek. Na, és akkor képzeljétek el, elvetek most már jó lesz, hogyha megnyomom ezt a gombot, nézzétek meg, oda fog teleportálódni.
Hát nem. Mi történt már megint? Mi történt? Mit ronthattam el? Ismételten, nem tudom, mindjárt eszembe jut biztosan. Itt ezt fordítva raktam le, ezért nem volt akkor eddig ez jó. És most... Oh, működött! Működött, srácok! Még egyszer, akkor tudtam, hogy valami nem stimmel, de most már rájöttem, hogy mi. Figyeljétek meg, itt vagyunk, mondjuk, tegyük fel, hogy mondjuk van 2 darab bázisod itt a, nem tudom, mondjuk jó messze, mondjuk nem ilyen közel, ami jó távol egymástól, és akkor te át akarsz menni a másikhoz, megnyomod ezt a gombot, és ott is vagy, és ennyi az egész, tényleg utána fogod, beledobsz még egy enderpört, így szépen beledobod, és akkor majd újra működni fog valamikor, ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni, és tényleg szerintem nem kell sok minden hozzá, ezt nagyon-nagyon korán meg tudod csinálni a Minecraftba, egy kis vas kell, meg át kell menned a netherbe, és ott is van, nagyon hasznos, szóval tényleg nézzétek, hogy egy másodperc alatt ott is vagyok, és azt nem tudom, hogy ezt ugye visszafelé is meg tudjuk egyáltalán csinálni, szóval mondjuk építetek 4-5 ilyen rendszert, és konkrétan az egész Minecraft világba végig tudtok menni pár másodperc alatt, szóval az eszméletlen szerintem. Sokkal könnyebb, mint így haigálni az enderpörleket, meg így odagyalogolni, meg minden. Ez a leggyorsabb utazási mód a Minecraftba, szerintem mindenkinek érdemes amúgy ezt így elsajátítani, szóval tényleg ez lehet akármilyen messze, most elépítettem a világ végére is ezt a redstone rendszert, akkor is pontosan ugyanígy fog működni, hogy pitty, és ott is vagyunk, srácok. Nagyon durva, szerintem én imádom tényleg. Ajánlom mindenkinek, készíts el. Szóval még egyszer röviden elmondom. 7 blokkot lásol, a 7. blokkot még azért kiütöd, oda raksz egy szép kis, ugyebár ilyen, hogyek már lélekhomokot, felépítesz pár darab hínárt, utána fogod, megcsinálod ezt a csapóajtót, kivezeted a rendszert, és ennyi az egész. Szóval, ja, srácok, remélem tetszett az a videó, és ti is használni fogjátok ezt a rendszert, mert én egyszerűen imádom, és azóta minden Minecraft pályámon ezt megépítem. Szóval, ja, srácok, ez a videó ennyit volna, tényleg remélem tetszett, ezt el is rontottam, a következő videóba találkozunk, és azért várjatok, még egyszer, aki akar próbálni, megmutassam, hogy működik. Figyeljetek, nem tudom, srácok, amióta megmondtam, hogy milyen jó a rendszer, azóta nem működik, várjatok. Jó, szóval ja, ez a videó egyet volna, like, sub, csengő, a következő videóban találkozunk, srácok. És, sziasztok! Szeretnél VIP expert lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te! És most, ha jelentkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor, csatlakozz most! Kire van? Szeretnél VIP expert lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te! És most, ha jelentkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor, csatlakozz most! Az is kire van?